José Larrett nem foglalkozott az időjárással, amikor hazaindult a munkából. Ahogy a kezében lévő papírokat nézegette, nem figyelt a csúszós útra. Megcsúszott és csúnyán elesett. Egyszer csak azt vettem észre, hogy kicsúszott a lábam alólam, és a hátamra estem. Hirtelen egy csomó gondolat futott át az agyamon, és azt mondtam, Istenem, ez nagyon, de nagyon fájt. Hozénak nem volt egészségbiztosítása, ezért a patikából vásárolt fájdalomcsillapítókkal próbálta enyhíteni a fájdalmát, de a fájdalma csak erősödött. Észrevettem, hogy a farcsontom eltört. Nagyon kellemetlen volt, mert amikor leültem, addig fészkelődtem, amíg nem találtam egy olyan pozíciót, hogy ülni tudjak. Próbáltam a testem más részére helyezni a súlyt, hogy ne fájjon. A fájdalom a farkcsontjában hónapokon, majd éveken át tartott. Télen, amikor nagyon hideg lett, sokkal intenzívebb lett a fájdalom, mint nyáron volt. José többször kért imát. Én hiszek a gyógyulásban. Hittem azt, hogy Isten valamilyen módon be fogja tölteni ezt a szükségemet. Aztán az egyik reggel, amikor José reggelizés közben a 700-as klubot nézte, meghallotta Isten válaszát. Nagyon örülök, hogy azon a reggelen néztem az adást. Ez az én napom volt. Emlékszem, ahogy elkezdtem imádkozni, és Kriszti azt mondta, hogy egy másik személy elesett, és eltörte a farcsontját, ami meglehetősen fájdalmas. Az Úr most meggyógyítja önt. Ott ültem, csukott szemmel, imádkoztam magam is, de hirtelen megálltam, és azt mondtam, hiszen ez én vagyok, ezért megvallottam ezt magamra, ahogy azt a 700-as klubadásaiból tanultam, és azt mondtam, ez az enyém. Másnap reggel, amikor José felkelt, változást vett észre a testében. Azt mondtam, na hát, már nem kell fészkelődnöm, hogy kényelmesen tudjak ülni. Aztán persze eszembe jutott, hogy tegnap a tudomány beszédével imádkoztak értem, és hogy meggyógyultam. És tényleg meggyógyultam. Attól a naptól kezdve minden fájdalom eltűnt José testéből. Személyesen tapasztalta meg, hogy Isten hűséges. Isten számára minden lehetséges. Ő nem válogat, hogy nagy vagy kis dolgot tegyen, hanem az imáinkra válaszol. Ezért a személyes gyógyulásokból tudjuk növelni a személyes hitünket is.